Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Elsőként országos és térségi hírekkel, majd a programajánlóval jelentkezünk. Stúdiónk vendége volt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Drága ebéd volt, ha szabad így fogalmaznom itt Sümegen, mert ez egy munkaebédnek. Ezt munkaebédnek terveztük, és ezért a sümegiek asztalra is tették az összes fejlesztési tervüket, amelyeket a következő néhány évben szeretnének megvalósítani, és azok közül jó néhányra rá is bólintottunk, illetve kivettek belőlem egy ígéretet, amit egyébként szívesen adtam. Április 3-án Ajkán tartott sajtótájékoztatót Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A program kiemelt célja, hogy további munkahelyeket teremtsünk, és a meglévőket megvédjük itt, Ajka térségében is, mert csak a munka lehet a jólét alapja. Tapolcán tartott sajtótájékoztatót Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, és Kövér László, az országgyűlés elnöke. Számos szempontból közelíthetnénk meg ezt, csak egyet emelnék most ebben ki. Az Európai Uniós pénzügyi ciklus éppen most indul. Itt rengeteg pénz fog a következő évesztendőben Magyarországra áramlani. Kev Csinálónak a tavalyi Tapolca Tavasz Fesztiválról tekinthetnek meg egy összefoglalót. Tomomba épa vanna, szól a telefon, a gombot benyomom, gyorsan lerakom, feladatot felírom. Sumnumda épa vanna, sumnumda épa vanna, sumnumda épa vanna, sumnumda épa. A sümegi Ferences templomban tartott húsvéti nagymiséből láthatnak egy részletet az Infotelevízió nézői. A sírhoz mentünk siránkozva, angyalt láttunk örvendezve, ki azt mondani ő, hogy feltámadt Jézus. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket. A gazdaságfejlesztéshez és a területfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok megjelenéséhez nem kell már sokat várni, hangzott el a megyeházán tartott tájékoztatón. A Veszprém megyei keretösszeg felhasználásáról szóló egyeztetések a végéhez közelednek. Május 11-én zárul le az előkészítési szakasz. Megyénk települései már benyújtották a projektötleteket, melyektől jelentős fejlődést remélnek. A gazdaságélénkítés célzó pályázatok kiemelt célja a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás bővítése. A pályázati összegek 60%-a közvetlenül fordítható erre. A kis- és középvállalkozások komolyabb, jelentős összegű támogatáshoz juthatnak, hangsúlyozta az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. A megyékkel a településfejlesztés tekintetében hatékony együttműködés alakult ki az eredményesebb pályáztatás érdekében. Brüsszel ezen operatív programokat, amelyekről most beszéltünk, a 10-ből 6 operatív programot februárban elfogadott, tehát most fordulunk rá a tervezési szakaszról a végrehajtási szakaszra, és már a tervezési időszakban is egy rendkívül szoros együttműködés volt a Veszprém megyei önkormányzattal, az önkormányzat vezetőjével, a képviselőtestülettel, hiszen ahhoz, hogy összeállítsuk ezt a fejlesztési programot, összeállítsuk a megyének a fejlesztési listáját, ahhoz területfejlesztési koncepciót, területfejlesztési stratégiát kellett alkotnia itt az önkormányzat testületének, illetve az önkormányzat vezetésének, amelyre felépül a fejlesztéspolitikai program, ez az úgynevezett integrál területfejlesztési lista vagy program, ami tartalmazni fogja a megyei fejlesztéseket. Úgyhogy ez egy több éves folyamat, ami tart, és az aktualitását pedig az adta, hogy itt a végrehajtás megkezdésekor május 11-éig a megyei önkormányzatoknak a kormány részére be kell nyújtaniuk azt a végleesített projektlistát, fejlesztési listát, amelyet szeretnének megvalósítani. A megye települései a területi és településfejlesztési operatív programtól remélik azt a fejlődést, amely a benyújtott projektötleteik alapján megvalósulhat. Veszprém megye mintegy 3 éven át tartó egyeztetési sorozat végéhez közeledik. A felkészüléssel jól állunk, ezt kell mondanom.
Az első pillanattól kezdve az élen voltunk a kiadott központi feladatok tervezéseket illetően, és azt gondolom, hogy abban a vonatkozásban is az élen vagyunk, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a községek, települések polgármestereivel, állandó konzultációs köröket járunk itt a megyébe, az új információkat továbbítjuk feléjük, illetve összegyűjtögetjük a felmerülő problémákat. A mai találkozónak éppen ez volt egyébként a leglényegesebb része. Amíg hátralévő időben lehetőség nyílik azoknak a részleteknek a kidolgozására, amik megkönnyíthetik a pályázatok benyújtását. Így szélesebb körben tudnak megfelelni a települések és a vállalkozások a támogatási feltételeknek. Az elmúlt időszakban nagyon sok egyeztetést folytattunk le a települések polgármestereivel, illetve azon szakemberekkel, akik a pályázatokban jártasak és a pályázatokat gondozzák, figyelik az önkormányzatokban. Itt merült fel ezeken a tárgyalásokon, hogy a kis településeknek azért vannak problémáik, elsősorban az önrész előteremtése tekintetében, hiszen nincsenek olyan forrásaik, amelyek mobilizálhatók egy-egy pályázatra, illetve nagyon bonyolultnak és hosszúnak tartották az eljárásrendet. Ezt beszéltük meg államtitkár úrral, és örömmel mondhatom, hogy előre tudtunk lépni. Államtitkár úr megígérte, hogy egészen biztos, hogy gyorsak lesznek a pályázatok, sokkal könnyebben hozzáférhetők majd az önkormányzatok számára, és nem kell egy bonyolult eljárásrendre számítani. A másik kérdésben az önrész tekintetében pedig a kormány felé továbbítják ezeket az igényeket, ők is érzik, hogy gond van, a kis települések problémában lehetnek, és megoldást fognak találni az önrész tekintetében is. A pályázatok nagy mértékben befolyásolják a következő években a települések fejlődését, a gazdasági mutatók alakulását, a munkahelyek számának emelkedését, a kis és középvállalkozások fejlődését. Április 2-a az autizmus világnapja, melyre több éve megemlékeznek Veszprémben is. Szinte az egész város megmozdult és segítő szándékkal sorakozott fel az Audi Spektrum Egyesület mögé. A városházán autokarton kiállítás nyílt, melyben neves színészek és hírességek is közreműködtek. Az esti órákban pedig az Egyesület tagjai, szülők és az érintettek együtt vonultak végig a Kossuth utcán az önkormányzatig. Az Autizmus Világnapja rendezvénysorozat keretében nyílt kiállítás a Veszprémi Városházán. Debreceni Zoltán festőművész ötlete nyomán tárják a világ elé az autkartonokat. A sajátos rajzokat autista gyermekek készítették, melyet művészek és hírességek egészítettek ki további rajzokkal, versekkel és idézetekkel. Az alkotások az adománygyűjtés részeként megvásárolhatók. Az Auti Spektrum Egyesület, mely a veszprémi eseményeket szervezi, 2007-ben alakult az érintett szülők önsegítő köréből. Jelenleg 50 családdal állnak kapcsolatban. A támogatások és az ellátórendszer hiányos. Ezt igyekeznek pótolni tevékenységükkel. Az autkartonok célja az adománygyűjtés, a felajánlható minimális adomány összege 5000 forint, és a célunk az az adománygyűjtéssel, hogy a város által az Egyesületnek adományozott helységeket felújítsuk. Két olyan helység van még, illetve a vizes blokk, ami teljes felújításra szorul, illetve a nyílászárókat szeretnénk kicserélni. És ezzel egy komfortosabb, jobb környezetet szeretnénk a gyerekeknek biztosítani, illetve a szülőcsoportunknak. Nagyon pozitív volt a visszajelzés, igazából akiket megkerestünk, mondhatom, hogy mindenki pozitívan állt hozzá, és azonnal visszajelzett, biztosított minket a támogatásáról, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. Brock és Judit, az egyesület elnöke elmondta, az autizmus a tudomány szerint nem betegség. Nem kezelhető, viszont tolerálható. A cél, hogy a felismeréstől kezdődően az autista ember minden segítséget megkapjon. Április 2-a az autizmus világnapja, ilyenkor az autistákra irányul világszerte a figyelem. Ennek a célja a figyelemfelkeltésen túl a társadalmi elfogadottságnak a növelése, hogy az autizmus kapcsán keringő tévhiteket megpróbáljuk egy kicsit eloszlatni, hogy a kirekesztettséget, a megkülönböztetést csökkentsük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeinkre, nem mint értelmi fogyatékosokra vagy más fogyatékkal élőkre tekintsenek, hanem helyén kezeljék az emberek a dolgokat, mert ha jól állunk hozzá, akkor ők a társadalom hasznos és teljes értékű tagjai tudnak majd lenni. A világnap részeként a Mackó cukrászdában vasárnapig lehet vásárolni a kék színű auti sütikből. Ez idáig több mint 400 sütemény fogyott. A bevételt teljes egészében az Egyesület kapja.
A világnap estéjén felvonulást tartottak. Az ordidőben összegyűlt résztvevők kék lufikkal mentek végig a belvároson, majd a kéken megvilágított városháza előtt közösen engedték el a léggömböket. A rendezvény részeként a megyei kórházban ingyenes előadást hallgathattak meg az érdeklődők az autizmus világáról. Elindult a viharjelzés a Balatonon és a hazai tavakon. A rendszer technikai fejlesztésére az elmúlt 4 évben jelentős összeget fordítottak. Most arra elérték, hogy állapota ugyanolyan, mint a nyugat-európai rendszereké. Idén szeretnék folytatni a fényszórók cseréjét. A korszerű biztonságot támogatják az okostelefon alkalmazások is. Tombol a szél a Balatonnál. De a viharjelzők április 1-től már mindenütt működnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriumában a nap 24 órájában regisztrálják a Balaton időjárását. A tó körül 11 mérőállomás rögzíti az adatokat, melyek alapján szükség esetén kiadják a megfelelő viharjelzéseket. Az idei szezonban is folytatni fogják a fényszórók cseréjét a legmodernebb ledes fényforrásokra. A legfontosabb talán az, hogy az üdülők, a parton tartózkodók, a vizen tartózkodók biztonságát segíti elő, oly módon, hogy a várható veszélyről időben és könnyen észrevehetően, észlelhetően tudnak tudomást szerezni, illetve tudjuk az ő figyelmüket erre felhívni. Újdonságként talán azt tudnám elmondani, hogy az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően a Balatonnál is, illetve a többi tónál is folyamatosan a technikai vigyázásoknak megfelelően egy-egy újítást végrehajtottunk. Ezek jellemzően azt jelentik, hogy azokat a világító testeket, fényforrásokat, amelyeket korábban használtunk, azokat ledesre cseréltük. Így ezeknek a fényereje is már jobb, tehát messzebb látható, jobban lehet állítani őket, valamint természetesen költséghatékonyabbak, mivel kevesebb energiát használnak fel. Élőképes kameralánc elhelyezését is tervezik. A másik újdonság, hogy okostelefonos alkalmazás is támogatja a biztonságot. A katasztrófavédelemnek jelenleg is van ilyen alkalmazása, ahol a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet. Ez a VÉSZ nevű ingyenesen elérhető alkalmazásunk. Jelenleg tervezzük azt, hogy egy a viharjelző rendszerre kifejezetten alakított, illetve ráhangolt mobil felhasználható alkalmazás is működjön. Jelenleg ez még csak androidos készülékekre elérhető. Ennek a továbbfejlesztése is, illetve a kiterjesztése is a jövő egyik feladata. A tópartján élők, a fürdőzők és vízisportok kedvelői már ismerik a jelzőrendszer működését. Első fokú viharjelzés esetén percenként 45 sárga fényű felvillanás jelez. Ha 60 km/h meghaladó a szélerőssége, akkor pedig percenként 90 sárga fényvillanás figyelmeztet az időjárás veszélyeire. A jelzések a szélerősödését megelőzően fél-másfél órával előbb figyelmeztetnek. A kormányhivatali reformintézkedések célja az volt, hogy egy gyorsabb és hatékonyabb, költségtakarékosabb és ellenőrzöttebb államigazgatási terület jöjjön létre, mondta Takács Szabolcs, a Veszprém megyei kormányhivatal kormány megbízottja. A változások következtében több helyen is elintézhetjük majd ügyeinket. Térségünkben már van egy kormányablak Balatonfűzfőn, de hamarosan Almáriban is nyitnak egyet. A kormány megbízott elmondta, hogy a változások külső és belső összevonásokat eredményeznek. A kormányhivatala Magyar Államkincstártól átveszi a családtámogatással és lakásfenntartással kapcsolatos feladatokat. Hatáskörükbe kerül az egészségbiztosítási pénztár területi hivatalából a baleseti megtérítéssel és keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok mindegyike, valamint a bányakapitányság is. Arról lehet beszámolni, hogy a mai nappal, 2015. április 1-jével egy újabb mérföldkövéhez érkezett a területi közigazgatási rendszernek az átalakítása. Azt lehet mondani, hogy az államreform, ami a kormány törekvéseit tartalmazza, az igazából annak a megvalósulása folyamatában egy újabb olyan állomás, ami a rugalmasabb, hatékonyabb, az ellenőrzöttebben működő területi közigazgatási rendszert, és nem utolsó sorban költséghatékony közigazgatási rendszernek a felállítását és működését szolgálja. Tudjuk, hogy 2011. január 1-e óta működnek a megyei kormányhivatalok, egységes eljárásrend és egységes szerkezeti felépítésben. 2015. április 1-től ez a felépítés és ez a szerkezeti egység a legfontosabb, ami a változást hozza, vagy a legfontosabban ott érezhető. Ez azt jelenti, hogy a megyében, Veszprém megyében működő 16 szakigazgatási szerv helyett főosztályi struktúrákban működő szervezeti egységekkel dolgozó kormányhivatal fog tevékenykedni.
A belső átalakítás jegyében az eddigi kormányhivatal szervezeti felépítése változik meg. Gyorsabb lesz a döntéshozatal és térségünket érintő fejlődés is várható. Itt az integrációt követően a legfontosabb talán az, hogy kiszélesedik az ügyintézéseknek, az ügyintézési helyeknek a lehetősége, legalábbis az ügyintézés megkezdése, az ügy indítása az megtörténhet nem csak a megyeszékhelyen, hanem más egyéb ilyen egységeinkben is, amelyek közül azért fontos a kormányablakok, mert azok pedig integrált ügyfélszolgálati térként működnek. 5 kormányablakunk már működik ugye a Veszprém megyében, és most áprilisban a következő a Pápai lesz, amely átadásra kerül, majd folytatja a Sümegi és az Ajkai, és sorban szépen a megyénkben még 8 kormányablak nyílik meg október 31-ig. Ezek közül lesz a sor végén, direkt nem úgy fogalmazom, hogy utolsóként, hanem a sor végén a Balaton-Almádi kormányablak. Az Almádi járási hivatalban és járási hivatal területén már működik egy kormányablak, a Balatonfűzfői, olyintottuk meg az első kormányablakot az elmúlt évben, és az idei évben a kormányablakok nyitását Veszprém megyében ott fogjuk befejezni, tehát mintegy visszakerülünk a kiindulási pontra, az Almádi járási hivatal területére. Az állampolgárok ügyeiket, melyeket korábban egy-egy területi igazgatóságon tehettek meg, mint például az egészségbiztosítási pénztár székhelyén, április 1-től elintézhetik a lakóhelyükhöz közel. Erre szolgálnak a járási hivatalok, a kormányablakok és az ügysegédek is. Jelentősen bővül tehát az ügyintézéseknek a helyszíne. Az első hajó fogadásával kezdetét vette az idei balatoni hajózási szezon. A hagyományokhoz hűen nagyszombat délelőttjén fogadták a Balatonfüredi kikötőben a Siófokról érkező legnagyobb balatoni hajót, a Szent Miklós motoros. A hajózásban közreműködő települések polgármesterei, a Balatoni Szövetség és a Bahart képviselői együtt ünnepelték az idény első napját. Siófok felől érkezik a Szent Miklós, a Balaton legnagyobb hajója, a Balatonfüredi kikötőbe. Itt nyitják meg a hajózási szezont már évről évre, ide érkeznek a protokoll személyek és a vendégek. A város Kúó zenekara és a siófoki férfi dalkör népdalcsokrával köszöntötték a partra érkezőket. Balatonnál a boldogság végre. Júniusra a társaság 22 kikötőjében 24 személyhajó, valamint 4 komp áll majd szolgálatba. Naponta indulnak a hajók Siófok, Balatonfüred és Tihany között. Lesz a kínálatban programokkal egybekötött sétahajózás, gyerek- és diszkóhajó is. Dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere, ünnepi beszédében idézte fel a balatoni hajózás történetét. A Balaton minden évszakban élményt nyújt az itt élőknek és a városba látogató turistáknak egyaránt, mondta. Emlékezzünk tehát a balatoni hajósokra, emlékezzünk tehát a balatoni hajógyártás kezdeteire is ezen ünnepségünk alkalmából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem a Balatoni Szövetség új elnökét, Balassa Balázs urat, Szigliget polgármesterét, akit nem olyan régen választottunk meg a szövetség elnökének. Nagyon nagy reményeket fűzünk az ő munkájához. Nagyon bízunk abban, hogy a Balatoni Szövetség, amely tömöríti valamennyi partmenti önkormányzatot és a régió önkormányzatainak a nagy részét, többségét stabil, erős és perspektívikus szövetség lesz a későbbiek során egyaránt. Elnök úr, Isten hozta Balatonfüreden, és bízunk abban, hogy a balatoni önkormányzatoknak a szövetsége, összefogása, ereje az egyre markánsabb lesz az elkövetkezendő időszakban. A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs úgy fogalmazott, komoly megújulás előtt állunk, több száz milliós fejlesztések várhatóak a térségben. Szeretné a jövőben a települések közötti közlekedést kialakítani, ezzel is erősítve a balatoni öntudatot. Úgyhogy rendkívül fontos az, hogy itt a szezon kezdett, gondoljuk végig, hogy az év során milyen célokat, mit szeretnénk megvalósítani. Természetesen a soron következő fejlesztési időszakban örülnénk annak, hogyha minél több fejlesztési forrás érkezne ide a Balatonhoz, mert legyünk őszinték, nagyon ráfér a Balatonra, hogy úgy a vízkezelés problémáit megoldjuk, ugyanúgy, mint ahogy a kerékpáros turizmust erősítsük, a szállás lehetőségeket bővítsük, az úthálózatot fejlesztjük, a Balaton megközelíthetőségét erősítsük, a Balaton térségében a körbe közlekedést, a körbe
utazás, mozgás lehetőségeit biztosítsuk, rendkívül fontos a kötött pályás közlekedés erősítése az északi parton, a villamos hálózat fejlesztés, vagy egyáltalán kialakítása. Tehát rendkívül sok feladat van, és én úgy gondolom, hogy most pillanatnyilag a Balaton térségében olyan polgármesterek dolgoznak, akik igenis hajlandók azért dolgozni, hogy a Balaton tovább erősödjön. A Balaton igenis nagyon sokáig még betöltse azt a szerepét, amit elvárnak itt nemzetgazdasági szempontból is, illetve az itt élő emberek is ettől a turisztikai régiótól. Siófok polgármestere dr. Lengyel Róbert beszédében a munkahelyteremtést és a hajózási színvonal növelésének jelentőségét emelte ki, majd egy 1889-es balatoni gőzhajózási részvényt ajándékozott Balatonfüred polgármesterének. Az ünnepségen dr. Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója elmondta, a szolgáltatásokat változatlanul a 2014-es évgyárakon lehet majd igénybe venni. A társasága tavalyi kimagaslóan magas forgalmat szeretné idén is megismételni. Az ünnepséget a Balatonfüred Néptánc Együttes műsora zárta. A vendégeket ezután ingyenes hajózásra invitálták a Szent Miklós fedélzetére, amivel a zord idő ellenére sokan éltek. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a héten Tapolcán tartott sajtótájékoztatót, melynek keretében elmondta, hogy választókerületében minden településre eljutott és több mint 30 kiemelt fórumot tartott. A politikus hozzátette, hogy igen hasznosak voltak ezek a találkozók, és megválasztása esetén azért fog dolgozni, hogy az itt élők helyzetét megkönnyítse. Az elmúlt hetekben az ajkai, tapolcai és a sümegi térség, vagyis a hármas számú választókerület minden településére, vagyis mind a 60 településre eljutottam, és konzultációt folytattam az állampolgárokkal. Több mint 30 kiemelt fórumon vagyunk túl, és örömmel tapasztaltuk, hogy ezek a fórumok, ezek csaknál valamennyien teltházas fórumok voltak, az állampolgárok érdeklődőek voltak, és nagyon aktívak voltak. Szeretném ezúton is megköszönni az állampolgároknak ezt az aktivitást és ezt az érdeklődést. Nekem azt bizonyította ez a néhány nap és ez a rengeteg fórum, hogy nem csak nekem, nem csak számomra, hanem az itt élők számára is becsületbeli ügy lesz az április 12-i választás. Az április 12-i időközi választás tétje, hogy tudunk-e újabb munkahelyeket teremteni a térségben, Ajka, Tapolca és Sümeg térségében, de nem csak a városokban, hanem a kis települések tekintetében egyaránt. Emellett arra törekszem majd, hogy minden lehetséges eszközzel segítsem a koránkelő magyarok életét és az ő életkörülményeiket javítsam. Ezért ki fogok állni a tervezett béremelések, az adókedvezmények, a banki elszámoltatás, az új otthonteremtési program, az új óvodák építése és a gyermekek ingyenes étkeztetési programja mellett. Továbbá szeretném, hogyha ezek a lehetőségek, ezek bővülnének, és egyre több ember számára pozitív eredményeket hoznának. Ugyanakkor egészségügyi konzultációt is folytattam, összegyűjtöttem a helyi egészségügyi ellátással kapcsolatos javaslatokat. Jeleztem a kormány felé, hogy a folyamatban lévő egészségügyi fejlesztések iránya jó, de a helyiek szeretnének még több, még jobb egészségügyi ellátást. Örülök annak, hogy ez a konzultáció, ez már látható eredményeket is hozott, hiszen úgy néz ki, hogy megoldódhat a Tapolcai Kórház aktív ágyainak sorsa, és újabb fejlesztések valósulhatnak meg a Tapolcai Kórházban, ugyanakkor a jelenlegi fejlesztések pedig júniusra előreláthatólag befejeződnek. Illetve az is nagy eredménye ennek a konzultációnak, hogy államtitkár úr Zombor Gábor államtitkár úr azt mondta, hogy a kormány rendezi, sőt már rendezte is a Tapolcai Kórház 72 millió forintos adósságát is. A következő 6 nap a személyes találkozóról, a készfogásokról fog szólni. Személyesen fogjuk felkeresni a választókat annak érdekében, hogy elmondjuk nekik, hogy szerintünk a vasárnapi választásnak mi a tétje, illetve ki szeretnénk kérni az állampolgárok észrevételeit is az elmúlt időszakkal kapcsolatban. E találkozókon természetszerűen a Fidesz és a KDNP tagok fognak részt venni, de számítunk önkéntesek segítségére is az elkövetkezendő időszakban.
Április 10-én pénteken a Pannonvár Színház előadásában, a Balfácánt vacsorára vígjáték két felvonásban produkciót tekinthetik meg az érdeklődők a Kisfaludi Sándor Művelődési Központban, jegyár 2500 forint, nyugdíjas és diák jegy 1900 forint. Április 18-án, szombaton 17 órakor a Sümegi Kisfaludi Sándor Művelődési Központban rendezik meg az Alachrem Hastánckálát. Fellépnek a zalaegerszegi 1000 rózsakertje, a székesfehérvári Török Anna zára, a zalaszentglóti 1001 éjszaka sillagai, a sümegi Alachrem orientális tánccsoport és Miola Nikoletta tanítványai. Jegyek 800 forintos áron elővételben válthatóak a Művelődési Központban. További információkért a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikét keressék. A Kisfaludi Sándor Művelődési Központ ad otthont a 7. Dunántúli táncversenynek, melyet április 25-én szombaton 10 órától rendeznek meg. Látványos koreográfiák, tánc különböző műfajokban és jó szórakozás várja az odalátogatókat. Belépőjegy 500 forint. Április 15-én 19.30-kor Rákász Gergely orgora hangversenye kerül megrendezésre a belvárosi katolikus templomban. Jegyár 2000 forint, elővétel a Nagy László VMK-ban. Áprilisi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt Rába Judit grafikus művész, Réma című grafika és fotókiállításának megtekintésére, mely április 10-éig tekinthető meg munkanapokon 9-től 16.30-ig. Az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány 2015-ben is megrendezi a költő születésének 90. évében a Himnusz minden időben Nagy László vers és prózamondó találkozót április 11-én és 12-én. Szombaton 10 órától lesz az első forduló, vasárnap 9 órától pedig a döntő. Helyszín a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállítóterme. Nevezni egy Nagy László vers, próza vagy műfordítás és egy szabadon választott magyar mű megjelölésével lehetett az alábbi korcsoportokban. Első korcsoport 5.-6. osztályos tanulók, második korcsoport 7.-8. osztályos tanulók, harmadik korcsoport a középiskolások és negyedik korcsoport a felnőttek. Április 11-én 10 órai kezdéssel elődöntőket követően 14.45-től kirándulás indul Iszkázra. A Nagy László Emlékháza találkozó szombat délutánján műsorral válja a rendezvény résztvevőit és a közönséget. Vendég a Sebő Együttes. 20 órától esti beszélgetés Fehér Ildikó színművésszel és Kósa Ferenc filmrendezővel Nagy László emberképe, felelős költészete címmel Ajkán a Művelődési Központ kiállítótermében. Április 12-én döntő a Művelődési Központ kiállítótermében. Az eredményhirdetésre körülbelül 13 órakor számíthatnak a résztvevők és az érdeklődők. A találkozó díszvendége Kósa Ferenc filmrendező. A rendezvény támogatói Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány Iszkáz és a Nemzeti Művelődési Intézet. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségem. Április 16-án 19 órakor a Művelődési Központ színház termében a Bolha a Fülbe vígjáték tanúi lehetnek az érdeklődők. Szeretettel várnak mindenkit egy vidám estére. Tavaszi zenés táncos est a Művelődési Központ aulájában április 17-én pénteken 20 órától. Igényes élőzenés táncestre várják a szórakozni vágyó kedves érdeklődőket. Az est során Arany Timi és a The Collins zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A zenekar repertoárjában a legújabb magyar és nemzetközi slágerek, valamint a 60-as, 70-es évek zenéi szerepelnek. A négytagú zenekar dob, billentyű, női és férfi szólóinek színvonalas előadásmódja garantálja a minőségi hangzást. A női szólóénekes Arany Timi az Énekiskolája című vetélkedő első sorozatának döntőse volt. Az esti ideje alatt fogyasztási lehetőség a helyi büfében. Belépő egy 2000 forint, melyből 500 forint a büfében levásárolható. Azt a foglalás a korlátozott férőhely miatt ajánlott a képernyőn olvasható telefonszámom. Április 18-án 20.30-kor Lord koncerte várják az érdeklődőket a kaszinóba. A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyókat a Művelődési Központ színház termébe bérletes előadásaikra. Április 22-én, szerdán 19 órakor a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Hadházi László gondoskodik a jó hangulatról, míg május 20-án, szerdán 19 órakor Aranyosi Péter és Kőhalmi Zoltán nevetteti meg a jókedvre vágyókat. Jegyek elővételben a Szabadidőközpontban és a dumaszínház.jegy.hu oldalon kaphatóak. Április 24-én 19 órakor a rockzene kedvelőit örvendeztetik meg a sportcentrumban megrendezésre kerülő tankcsapda koncerten.
Április 25-én szombaton 15 órától 20 óráig várnak mindenkit a fiatalok napjára az extrém sportpályára. Fellép a Mango Rice 19 órakor. A rendezvény ideje alatt roller, mountain board, gördeszka, MBX, görkocsolya, street workout, parkour freerun. További információk a képernyőn látható elérhetőségeken. Április 25-én 18 órakor a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító termében Németh Csaba dal este kerül megrendezésre. Műsoron népszerű olasz, francia dalok és áriák. Vendég Almási Bartl Katalin énekes, zongorán közreműködik Györfi Judit. A belépés díjtalan. Minden látogatót szeretettel vár a Boke Bacsány János Művölődési és Oktatási Központ programjaira. A tojás díszítő kiállítás ingyenesen megtekinthető április 17-éig, hétköznapokon 8 és 16 óra között. Atya Tamás program következő állomása április 11-én szombaton 20 órai kezdéssel a Magyar Örökség díjas Kóka Rozália mesemondó és a Virággyöngy Moldovai Csángó kisegyüttes koncertje lesz, ami táncházzal zárul. Szeretettel várják a pedagógusokat, a kultúra és a zeneoktatás területén dolgozó szakembereket és minden kedves érdeklődőt. Belépője 500 forint per fő. A Bacsányi Táncegyüttes és a Basic Tánc Stúdió április 18-án bemutatja a Tánc Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Egész nap tánc a Székely Kapunál elnevezési produkciót. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Tamási Áron Művelődési Központ invitál minden kedves érdeklődőt programjaira. Dr. Reisinger János, irodalomtörténész és Sós Attila lapszerkesztő előadás sorozatára várják az érdeklődőket a Biblia a képzőművészetben címmel. Április 14-én 18 órakor a leghíresebb festmények a feltámadásról lesz a téma. Az előadás sorozat támogatója a Nyitott Szemmel magazin. A Zene nélkül mit érek én koncertsorozat keretein belül április 15-én 19 órakor a Máté Péter emlékkoncerten fellép Tóth István és Vingli György. Jegyár 500 forint. További információk a Művelődési Központban. A Filharmónia bérlet keretein belül április 28-án a Muzsikás Együttes hangversenyét hallgathatja meg a közönség a Művelődési Központban. A Csermák József rendezvénycsarnok szervezésében a festői környezetű Malomtó partja ad otthont április 10-től 12-ig a 9. Tapolca tavasz az Elfeledett Mesterségek Fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. Április 10-én pénteken kezdődő programon a Holló Együttes gyermekműsora után ünnepi megnyitó beszédet mond Dobó Zoltán polgármester, majd a Mrs. Kalambó hölgyei varázsolják el hangjukkal a közönséget. A szombati napon felép a Nyirettyű Népzenei Együttes, SS Viktória Palásti Máté énekgitár duó, a Tördemic Néptánc Együttes, a Creative Sound System, The Bluesberry Band és Mark Ferenc Tátrai Tiborral kiegészülve. A vasárnapot a Csuhaj Parádé Vagabanda gólyalábasai köszöntik, majd a Palinta Társulat interaktív családi koncertje következik. Az ebéd alá való nótáról Sajc Gábor harmonikájával gondoskodik, délután pedig a Happy Dixieland Band, a Babos Piller Duo, majd este Török Ádám és a Mini gondoskodik a jó hangulatról. Történelmi játszóház, interaktív mesterségbemutatók, népi játékok gyerekeknek és felnőtteknek, kézműves vásár, gasztro különlegességek és finom borok, ez várja egész nap az odalátogatókat. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A programok látogatása ingyenes, további információk a Csermák József rendezvénycsarnok elérhetőségein. Folytatódik az előnevezés az 5. Tapolca félmaraton futóversenyre, melyet május 2-án szombaton rendeznek meg. 10:30-tól gyermekfutóverseny, 11 órától pedig a félmaraton startol. Női, férfi, felnőtt, szenior, veterán, valamint nemenkénti váltó, vegyes váltó kategóriákban lehet nevezni. Előnevezés, versenykiírás, illetve további információk a rendezvénycsarnok elérhetőségeim. Stúdiónk vendége volt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. A térségben tartott több megbeszélést a miniszterelnök. A körút során Orbán Viktor Sümegen tartott munkaebédet, mely után az Infotelevízió stúdiójában adott interjút. Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, vendégünk Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Ajkán volt, most Sümegen ebédelt, innen Tapolcára megy, csak a kampány miatt jött el a térségünkbe? Jó napot kívánok, igen, valójában a kampány miatt vagyok itt. Ajkán megfordultam, drága ebéd volt, ha szabad így fogalmaznom itt Sümegen, mert ez egy munkaebédnek. Ezt munkaebédnek terveztük, és ezért a sümegiek
asztalra is tették az összes fejlesztési tervüket, amelyeket a következő néhány évben szeretnének megvalósítani, és azok közül jó néhányra rá is bólintottunk, illetve kivettek belőlem egy ígéretet, amit egyébként szívesen adtam, hogy a két hét múlva esedékes kormányülésen ezt a sümegi fejlesztési tervet a kormány meg fogja vitatni. Miért belemennénk a fejlesztési tervbe, lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg, hogy hogy tetszik a környékünk. Mi az, ami pozitív, és esetleg mi az, ami nem tetszik? Rossz alanytól kérdezik ezt a kérdést, mert én elfogult vagyok jó néhány tízezer velemkorúval egyetemben, ha sümegről van szó, mert amikor még én fiatal voltam, ön talán ezekre az időkre nem emlékezhet, akkor még az osztálykirándulások, a gimnáziumi osztálykirándulások kitüntetett célpontja volt, hogy egyszer eljön az ember a sümegi várhoz, és mikor fölnézek a vára, akkor a 17 éves saját magam jut eszembe, meg az akkori osztálytársaim, meg az a diák hangulat, ami akkor az ember életét jelentette. Úgyhogy én mindig elfogultan, elfogódottan is örömmel jövök sümegre, és akárhogy is néz ki, nem tudom milyen valójában, én mindig szépnek látom. Akkor kicsit nosztalgiázott. Hát nem mondtam ezt eddig senkinek, csak most, hogy így nekem szegezte a kérdést, hozakodtam ezzel elő. De hát akinek van szeme a látása, az észreveheti ennek a tájnak az egyediségét, maga a vár fantasztikus sziluettjét, a vele szemben lévő dombokat, ezeket a szép kis szőlőskerteket, zárt kerti gyümölcsösöket, kultúrtáj ez. Többen megjelentek itt a választókerületben a kampány során a Fidesz részéről, például mondjuk Varga Mihály, Kövér László, hogyha fogalmazhatok így, csupa nagy nevek a kormánypárt részéről. Kértem mindenkit, hogy aki csak tud, az jöjjön el. Akkor most nem bízták a véletlenet, tehát akkor nem szeretnének még egyszer úgy járni, mondjuk Veszprém esetében. Hát sosem szeretünk úgy járni, hogy elvernek bennünket, és egyébként sem szoktuk a véletlenre bízni, hanem dolgozunk. A Fidesz az mégiscsak a munka, meg a munkából élő, keményen dolgozó embereknek a pártja, szövetsége, mi elsősorban az ő szempontjaikat próbáljuk képviselni a politikában. A saját életünkre nézve is igaz ez, hogy szeretünk keményen megdolgozni a sikerért. Nem is adják ebben a szakmában ingyen, de ha ingyen adnák, se olyan jó az íze, mint hogyha az ember megdolgozott azért. Veszprémben is dolgoztunk, mi csak nem elég jól. Mi a valódi tétjét az április időközi választásnak? Tóbiás József, amikor az MSZP-t tartotta a frakciólését, úgy fogalmazott, hogy ha az ő jelöltjük nyer, az a Fidesz bukását jelenti. Tényleg ekkora a szerepe, vagy ekkora a súlya van ennek az egy parlamenti helynek? Hát az éhes disznó makkal álmodik, közmondás jut az embernek. Ilyenkor az eszébe tudják azért, majd 200 képviselő ül a parlamentben, és 64-65%-os többsége van a Fidesznek, tehát ha ezt a mandátumot elbukjuk, akkor még mindig bőven az 50% fölött leszünk, tehát értelmetlen dolog kormánybuktatásról beszélni. Itt inkább az emberekről van szó, nekünk. Most az MSZP látom, hogy a hatalom felől közelít ehhez a választáshoz. Mi meg úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat dolgoztunk az itt élő emberekkel közösen. Szerintem nagyszerű eredményeket értünk el. Ajkától Sümegen keresztül Tapolcáig. Minden városban komoly dolgok történtek az elmúlt 4-5 évben. És az ember szereti, hogyha elismerik a munkáját, meg megbecsülik a munkáját, és azért jöttem el, hogy emlékeztessem az embereket arra, hogy nagyon nehéz helyzetből közösen húztuk ki az országot a bajból, és értünk le eredményeket az ajkai 3% körüli munkanélküliséggel, a sümegi fejlesztésekkel, vagy éppen a Tapolcán megvalósult beruházások, ezek komoly dolgok, és azt szeretném kérni az emberektől, hogy továbbra is bízzanak bennünk. Ezért számunkra ez a választás, ez inkább a bizalomról, az eddig végzett munka elismeréséről, és a jövőre vonatkozó együttműködési szándékról szól. Szeretnénk azt a munkát folytatni az ajkaiakkal, a sümegiekkel, meg a tapolcaiakkal, és a sok kis településen élő emberekkel is, amit az elmúlt 5 évben együtt végeztünk. Ehhez kérek támogatást. A Fidesz a munkahelyteremtésről beszél, miközben az ellenzék azzal kampányol, hogy megfelelő bérek kellenek. Tehet ilyen ígéretet mondjuk egy képviselőjelölt, hogy megfelelő bérek lesznek, Európai Uniós bérek lesznek itt a polgároknál? Papír elbírja, meg a levegőben is elfér minden nagyhangú nyilatkozat, hogy mit lehet komolyan venni, az egy másik kérdés. De a magyarokat nem kell félteni ebből a szempontból, jól kitanított ország Magyarország, itt annyiszor becsapták már az embereket mindenfajta ígéretekkel, hogy az emberek valahogy ösztönösen megérzik, hogy kit és mit lehet komolyan venni, kit és mit nem lehet komolyan venni. Ez egyébként szerintem nekünk kedvez, mert mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik nem ígéretet akar tenni, meg nem hozomra beszél, meg hogy majd így lesz, úgy lesz, hanem meg tudja mondani, hogy az elmúlt 5 évben hogyan sáfárkodtunk azzal a bizalommal, amit az emberektől kaptunk. Én a támogatást, Fenyvesi Zoltán képviselőjelölt úr melletti támogatást és szavazatokat az elvégzett munka alapján kérem.
és remélem a tapolcaiaktól, a sümegiektől és az ajkaiaktól. Itt a választások előtt ugye lehet hallani azt is, hogy nagyon sok forrás érkezik az Európai Uniótól. Azt, hogy mire fordítják, és itt választások tükrében kérdezem, az kin vagy mit múlik egy térségben? Hát először is semmit se adnak ingyen, tehát csak úgy források nem érkeznek sehova a világon. Azt jól esik elképzelni otthon este a konyhaasztalnál, hogy csak úgy érkezik forrás, ilyen nincsen. Itt minden forintért meg kell dolgozni, azokért a forintokért vagy eurócentekért is, amelyek az Európai Unióból érkeznek. Az elmúlt 5 évben itt valóban történtek komoly dolgok, részben Európai Uniós forrásokból, részben pedig a magyar költségvetésnek köszönhetően, hogy csak egyetlen példát említsek, minden önkormányzat adósságát átvállalta a kormányzat, pedig az önkormányzatok az adósabb szolgaság állapotában voltak, és a lét nem lét határán egyensúlyoztak minden évben, amikor a hiteleiket vissza kellett fizetni, az esedékes törlesztő részletekkel elő kellett állni. Ettől megszabadítottuk az önkormányzatokat, levegőhöz jutottak, visszanyerték a cselekvési szabadságukat, és nagyon sok szép dolgot csináltak, Ajkától egyébként Tapolcáig. Tehát minden településen rá lehet mutatni azokra a fejlesztésekre, játszóterekre, iskola renoválásokra, vagy éppen munkahelyteremtő beruházásokra, amelyek nem tudtak volna létrejönni akkor, hogyha az önkormányzatok továbbra is az adósság tengerében fuldokolnak. Tehát ez egy dolog. A második dolog az Európai Uniós fejlesztéseknek a dolga. Hát ott pályázatokat kell beadni, pályázatok minősége alapján próbálunk dönteni arról, hogy hova érdemes és hova nem pénzt adni. Az elmúlt 7 évben mi egy megörökölt rendszert működtettünk, mert az Európai Uniós pénzgazdálkodási szabályok azok 7 évre vonatkoznak, ez 14-ben lejárt, valamint az előző 7 év, és most egy új időszak kezdődik. Ebben az új időszakban már sokkal több forrást fogunk eljutatni a gazdasághoz, mert azt szeretnénk, hogyha a magyar kis- és középvállalkozók fejlődni tudnának, és munkahelyeket tudnának adni, illetve teremteni az embereknek. Tehát az Európai Uniós pénzeknek az elérhetősége az a munkahely teremtésen és a magyar kis- és középvállalkozásokon keresztül valósulhat meg elsősorban. Azt várom, hogy megizmosodunk és megerősödünk a következő néhány évben. Ennek tekintetében számít egyébként, hogy ki lesz a térségnek a képviselője? Természetesen számít, több okból is. Először is magasan van a mérce, mert Lasztovica Jenő barátunk magasra tette. Ugye ő már nincsen közöttünk, Isten nyugosztalja, ezért is van most az időközi választás. És őt nagyon szerették és nagyon tisztelték. Tehát annak a feladatnak, annak a színvonalnak megfelelni, amit ő képviselt az itt élő emberek érdekeinek védelmében, ügyeinek elintézésében, kijárásában, az nem lesz egyszerű. Mi olyan jelöltet kerestünk, aki ismeri ezt a térséget, Ajkát ráadásul úgy ismeri, mint a tenyerét, mert oda való, és ezért nagyon bízunk abban, hogy Fenyvesi Zoltán képes lesz ugyanolyan minőségi munkát végezni, mint amilyet Jenő barátunk végzett az elmúlt lassan 2,5 évtizedben. A kétségkívül igaz, hogy egy kormánypárti képviselő az könnyebben talál utat a miniszterekhez, és hozzám is könnyebben jut el, mint egy ellenzéki képviselő, de én nem szeretném ezzel befolyásolni az itt élőket, mert Magyarország miniszterelnökének az a dolga, erre is tettem le az esküvőt, hogy én minden magyar ember érdekét szem előtt tartom, és minden magyar ember érdekét szolgálom, pártállásra való tekintet nélkül. De könnyebb lesz nekem is, meg az itt élőknek is az ügyeket intézni, hogyha olyan emberrel működhetek együtt, akiben van bizalma, mint hogyannal kell együttműködni, aki felől az embernek nincsen biztos tudása. De még egyszer mondom, én arra kérem a térségben élőket, hogy ne ezt tartsák szem előtt, hanem higgadtan és nyugodtan, kellő felelősséggel az ország jövőjére gondolva hozzák meg a döntésüket, és mindenképpen kérem őket, hogy menjenek el a vasárnapi választásra, és ott vegyenek részt. A beszélgetésünk elén említett a sümegi fejlesztési csomagot. Ez mit tartalmaz? A polgármester úr a gazdája ennek a csomagnak. Nem tudom, helyese vagy illendő-e ő helyette vagy az ő nevében itt erről beszélni. Van egy csomag, amely, vagy van egy része, vagy egy fejezet, amely a vár felújításáról szól, mondhatnánk azt, hogy befejezéséről, az egy nagyívű és ambíciózus terv, ezt lehetségesnek tartom. Van egy másik rész, ami a püspöki palotának a helyrehozataláról szól, és van egy még ambíciózusabb része ennek a tervnek, amely arról szól, hogy tanúszodát szeretne a város, mellette tornatermet vagy tornacsarnokot, amely a sportolóknak és az iskoláknak is jó, és a művelődési házukat is szeretnék a sümegiek a mostanit rendbe hozni, és miután az kicsi, ezért egy újat is ebbe a új épületkomplexumba szeretnének létrehozni. Ez már egy nehezebb falat. A tanúszoda és a sportcsarnok vagy
sportterem az könnyebb ügy, mert a kormánynak van egy programja, hogy minden járásközpontban kell lenni tanúszodának, és kell lennie minden iskola mellett a mindennapos testnevelésre alkalmas csarnoknak is. Itt ők nagyobbat szeretnének, azt mondják, a röplabda itt kiváló, és egyébként is vannak sportok, amelyeket szeretnének támogatni. Tehát valamivel nagyobb csarnokról beszélünk, de erre van pénz a költségvetésben. A kultúrház vagy a művelődési háznak a felújítása, vagy egy új műfáz építése az már egy nehezebb eset, de ezt is meg fogjuk vizsgálni, meg ígértem a polgármester úrnak, hogy a két hét múlva esedékes kormányülésen ezzel a sümegi fejlesztési tervvel külön foglalkozik majd a kormány. Végezetül egy kérdés. Amikor kiszáll a buszból, polgárok megszólítják, történt ez Ajkán, Sümegen, mi az, amit elmondanak önnek, vagy mi az, amit elvárnak a kormánytól? Nagyon tisztelettudóak az emberek, talán túlságosan is. Nem nagyon beszélnek bajokról. Most azokról, akik gyalászkodnak, mindig van egy-két kiabáló, aki mindenféle gyalázatos dolgokat mond, azt talán félretehetjük, mert talán maguk sem gondolják komolyan, amiket ilyenkor mondanak, de akik meg szóba elegyednek velem, azok pedig inkább biztatnak. Tehát itt mindenki megveregeti inkább a vállamat, mondja, hogy tartsak ki, ne adjam föl, csináljam, fontos, élvezem a támogatását. Tehát én sokkal több személyes jellegű lelki megerősítést kapok, mint kritikát. Egyébként kritikát valószínűleg azért nem mondanak, mert nem kritikák vannak, hanem bajok. Most természetesen senki sem tökéletes, tehát bármennyire is szeretné, bizonyára önnek sem sikerült tökéletesen végezni a munkáját. Én is így vagyok a sajátommal, de az asztalos legény is így van ezzel, meg a kőműves mester is. De nem ez a dolog lényege, hanem inkább az, hogy milyen nagy bajok, feladatok, kihívások vannak az ország előtt, amiket meg kéne oldani. Ezekről meg beszélgetni kell, közösen kell nagyjából tisztázunk a helyzetet és kijelölni azokat az irányokat, amely felé az országnak haladnia kell. Hát Ajkán ugyan van például, hogy említsek egy példát, erről beszélgettem a helyiekkel, ugyan 3% környékén van a munkanélküliség, és sok 100 millió forintot küldött oda a kormány, hogy munkahelyek jöhessenek létre, meg a Malt is igyekeztük megmenteni és életben tartani, meg elvittünk Ajkáról több mint 5 milliárd forintnyi, majd 6 milliárd forintnyi adósságot, meg vittünk vagy 10 milliárd forintnyi fejlesztést. Tehát sok minden történt, hogy legyen elegendő munkahely, amelyek létre is jöttek egyébként, az ajkaiak becsületére legyen mondva, nagyon jól sáfárkodtak ezekkel a forrásokkal, de a fizetések viszont alacsonyak. Tehát ha a kérdést úgy fordítom le, hogy mi a legnagyobb bajuk, gondjuk az ajkaiaknak, akkor az alacsony fizetés, és azt mondják, hogy olyan munkáért is minimálbérre vannak besorolva, amely munkaértéke jóval meghaladja a minimálbér értékét, és arra biztattak, hogy vagy úgy alakítsuk a gazdaságpolitikát, hogy a bérek magasabbak legyenek. Én ilyenkor mindig elmondom, hogy a béreket nem én emelem, én az állami alkalmazottak bérére tudok befolyást gyakorolni, most éppen a rendőrök életpálya rendszerén keresztül azt emeljük, előzőleg a pedagógusokét emeltük, tehát megteszek én mindent, amit lehet, de a piacgazdaságban, a magángazdaságban működő cégek béreit nem tudom befolyásolni. Ott azt tudom tenni, hogy a fölösleges kiadásoktól megvédem az embereket. Rezsit csökkentek, féken tartom az áremeléseket, próbálom leépíteni a bürokráciát, hogy ez kevesebb időt meg pénzt vigyen el az emberektől. Na hát ilyenfajta diskurzusokba csöppen az ember, hogyha választási kampánygyűléseket tart, vagy megáll és megszólítják őt az emberek. Azt mondtam, hogy végezetül, de még egy kérdés felmerült bennem. Ugye említette, hogy Ajkán alacsony a munkanélküliség, Sümegen viszont magas. Ugye említette, hogy Fenyvesi képviselő úr, vagy az alelnöke a közgyűlésnek ajkai. Mit gondol, hogy ő képes lesz mondjuk azt a modellt áthozni Sümegre, és ezt a munkanélküliséget csökkenteni? Hát inkább az ő partnerségében lehet reménykedni, mert hogy pontosan mit kell csinálni Sümegen, azt sem Budapestről, sem Ajkáról nem tudják megmondani. De itt néztem a képviselőtestület összetételét, itt nagyon szerencsés kézzel adták le a voksaikat az emberek, mert csupa olyan ember van a képviselőtestületben, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy gazdaság. Mert vagy vállalkozott, vagy éppen vállalkozott, tehát érti, hogy hogyan és mitől működik a gazdaság, hogyan lehet több embert alkalmazni, és hogy lehet jobb éreket adni az embereknek. Tehát szerintem a gazdasági szakértelem ügyében a sümegi önkormányzat jól áll, nekik lehet majd partnerük egyébként Fenyvesi Zoltán, de hogy csak egy példát említsek, amitől én is sokat várok, remélek itt Sümegen, az a polgármester úrnak az a javaslat, hogy van itt ipari terület, amit föl kéne javítani, és ipari parkká kellene például nyilvánítani, mert az ipari park önmagában vonz befektetéseket. Ilyen kérdésekről fogunk a következő hetekben reményeim szerint megállapodni, nem csak tárgyalni, hanem megállapodni a sümegi városvezetéssel. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!
Április 3-án Ajkán tartott sajtótájékoztatót Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A pénteki sajtótájékoztató témája a munkahelyteremtés volt, melynek kapcsán a politikus elmondta, hogy a francia-magyar tárgyalások után Szijjártó Péter külügyminiszter arról tájékoztatta, hogy a kormány olyan támogatásokat nyújt a jövőben, mely az ajkai térségben élőknek ad munkalehetőséget. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait. Örömmel jelenthetem be önöknek, hogy az imént hívtak a külgazdasági és külügyminisztériumból. A mai napon Szijjártó Péter külügyminiszter úr és a Lebellier francia autóipari beszállító cég vezetői újabb megállapodást kötöttek, újabb beruházástól döntöttek Budapesten. Ajka és térségében élők számára újabb munkahelyek valósulhatnak meg. A magyar kormány Európai Uniós forrásból 507 millió forinttal támogatja a Lebellier céget, ezt az ajkai székhelyű céget, ezzel segítve az ajkai emberek munkához jutását. Az összesen 8 milliárd forintból megvalósuló és 100 új munkahelyet teremtő beruházás annak köszönhető, hogy a vállalat elnyerte az egyik legnagyobb német autóipari cég megrendelését. A mai tájékoztató alapján elmondható, hogy a kormány a beruházás második fázisához is hozzá kíván járulni, és erről szóló tárgyalásokat megkezdték. Az elmúlt 4 évben a magyar emberek talpra állították a magyar gazdaságot. A Gyurcsány-Bajnai kormányok idején az éllovasokból a térség utolsó sereghajtói lettünk. Ezzel szemben a polgári kormány újra növekedési pályára állította az országot. A baloldali kormányok politikájával ellentétben nem külföldről felvett hitelekből történik most már az ország finanszírozása. A kormány célja továbbra is az, hogy a munkából származó jövedelmet, a munkát vállaló embereket és a vállalkozásokat támogassa. Veszprém megyében az állástalanok száma 60%-kal csökkent 5 év alatt, 24 ezerről 9100 főre. Ajkán a munkanélküliség 3%-os, de ez pont 3%-kal több az ideálisnál és annál, amit mi el szeretnénk kérni. A program kiemelt célja, hogy további munkahelyeket teremtsünk, és a meglévőket megvédjük itt, Ajka térségében is, mert csak a munka lehet a jólét alapja. Ezért is kiemelten fontos, hogy a Lebellier cég újabb beruházást tudott a mai napon bejelenteni és megvalósítani. Fontosnak tartom, hogy a családokat segítő programok, mint az új adókedvezmények, az óvodaépítés, a gyermekek számára biztosított ingyenes étkeztetés és az új otthonteremtési program mellett a béremelések is megvalósuljanak. Az autóipari vállalatok Ajkán az elmúlt időszakban összesen 10 milliárd forint értékben fejleszthettek. Ezek megőrizték a munkahelyeket, és további munkahelyeket teremtettek. Újabb családoknak adtak így megélhetési lehetőséget a városban és a város környékén. A kormány a következő uniós ciklusban 12 ezer milliárd forintot használ fel fejlesztése, ennek 60%-a munkahelyteremtése, gazdasági élénkítésre, kis és közepes vállalkozások támogatása kell, hogy fordítódjon. Azért dolgozom, hogy a gazdasági élénkítés keretében béremelésekkel támogassuk az ajkai embereket. Nagyobb bérekhez jussanak az elkövetkezendő időkben. Az ajkai ipari parkban 12 éve nincs újabb betelepülő. Szükség van új vállalatok bevonzására, a meglévő munkahelyek megvédésére. Az ipari park szolgáltatásainak további fejlesztésére, hogy vonzóvá tehessük a befektetők számára a betelepülést, és a betelepülők számára vonzóvá tegyük Ajka városát is. Az Ajka ipari park infrastruktúrájának fejlesztésével, bővítésével újabb szereplőket vonzhatunk be, az uniós ciklus nyertesei lehetünk ezáltal. Mert az ország ezen belül Ajka jövőjét meghatározza a munkahelyek száma. Amennyiben a választók bizalmából április 12-én országgyűlési képviselő lehetek, úgy a kormánnyal közösen, együttműködve meg tudjuk teremteni Ajkán is az újabb munkahelyek lehetőségét, és meg tudjuk védeni a meglévő munkahelyeket is a térségben. Tapolcán tartott sajtótájékoztatót Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, és Kövér László az országgyűlés elnöke. Most erről az eseményről nézhetnek meg egy összefoglalót az Infotelevízió nézői. Lakossági fórumot tartott a múlt héten Tapolcán Kövér László, az országgyűlés elnöke. A politikust Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje fogadta. Azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés lehet valamennyiünknek, hogyha az országgyűlés elnöke eljön egy fórumra.
Számomra különösen nagy megtiszteltetés ez, hiszen Veszprémi egy olyan személyiség, akit az ország ismer, és szeret, és tisztel. Hölgyeim és uraim, engedjük meg, hogy átadjam a mikrofont dr. Kemény Lászlónak. Az országgyűlés elnöke tájékoztatón elmondta, szeretné tájékoztatni a lakosságot abban, hogy mi is a tétje ennek az időközi választásnak. Kövér László elmondta, hogy egy politikusnak kötelessége megküzdeni a választók bizalmáért, ami leginkább egy ilyen eseményen mutatkozik meg. Fontos, hogy a térséget olyan személy képviselje, aki méltó Lasztovica Jenő munkásságának folytatására. Személyes megjegyzést tegyem, talán nem véletlenül ezt hozom előre, méltó Lasztovica Jenő barátunk emlékéhez, tehát emberként is és politikusként is jogosult az ő nyomdokaival érni ezt a munkát folytatni, amit ő kényszerűen abba kellett, hogy hagyjon. Másodszorban ezzel természetesen szoros összefüggésben olyan képviselőjelöltet választanak-e képviselőként immáron az országgyűlésbe, akik az önök érdekeit valóban képviselni tudja. Számos szempontból közelíthetnénk meg ezt, csak egyet emelnék most ebben ki. Az Európai Uniós pénzügyi ciklus éppen most indul. Itt rengeteg pénz fog a következő évesztendőben Magyarországra áramlani, hogy milyen mértékben, milyen módon részesül ezekből a fejlesztési forrásokból ez a kistérség, az nem utolsó sorban függ attól, hogy a képviselője milyen munkára képes. Fontos, hogy egy képviselő folyamatosan kommunikálni tudjon a kormánypárti politikusokkal, emelte ki Kövér László a beszédében. Ez viszont nem párthovatartozás függvénye Fidesz szemében, hanem emberi tulajdonság. Fenyvesi Zoltán pedig a Zombor Gábor államtitkárral folytatott tárgyalásai során már bizonyított. A kormány egy olyan csapat, amely szeretne eljutni egyről a kettőre, a Fidesz jelöltje pedig ennek a csapatnak a tagja, folytatta a politikus. A Fidesz, ha nem kormányzott volna jól, mint ahogy azt, aki ezt állítja, azzal szívesen vitába szállok, nem kormányzott volna sikeresen, hogyha nem a történelmünk egyik legmélyebb válságából húzta volna ki az országot 2010 és 2014 között, akkor is azt mondanám, hogy én az önök helyében sem a szocialistákra, meg az ő jelöltjükre, sem pedig a jobbikosokra, meg az ő jelöltjükre nem bíznám a sorsomat. Én magam személyesen az aranyhalaim etetését sem bíznám rájuk, nem hogy az országot, de kinek szíve joga ezt eldönteni, de én nem tanácsolám önöknek, hogy ennek a két pártnak a jelöltjei mögé álljanak be, sorakozzanak föl és adják rájuk a voksukat. 2010-et megelőzően a szocialisták voltak azok, akik ezt az országot történelmének egyik legsúlyosabb és legösszetettebb válságába taszították. Nem volt olyan régen, hogy elfelejthetnénk, és várom mindenkinek, hogy segítsen abban ilyen fórumokra nem járom a közélet iránt kevésbé érdeklődő polgártársaiknak a tájékozódásban, meg az emlékezetek felfrissítésében, hogy mi volt itt 2010-ben az akkori választásokkor. 2010-ben az akkori választásokkor még a szocialisták szavazói is azt gondolták, hogy miért szavazták a szocialistákra, az egy más kérdés, ennek ellenére. Ez is egy érdekes feltéketésnek a tárgya lehetne, de még a szocialista szavazók jelentős része is egyetértett abban, hogy úgy a dolgok, ahogy addig mentek, nem mehetnek tovább. És nem csak arról van szó, volt szó, hogy gazdasági pénzügyi értelemben Magyarország Görögországhoz hasonlóan a csőd szélén állt, és itt zárójelben jegyzem meg megint csak, hogyha egy szempontból le akarjuk mérni azt, hogy mit teljesített Orbán Viktor vezetésével a Fidesz-KDNP kormány 2010 és 2014 között, akkor érdemes egymás mellé tenni 2010-ben Görögországot és Magyarországot, meg érdemes egymás mellé tenni 2015-ben Görögországot és Magyarországot. És a különbség, akár ugyan számoljuk, megnézzük, elég számottevő ahhoz, hogy le lehessen mérni, hogy az a teljesítmény mögöttünk van az elismerésre méltó, elvagytári állandó kritikára és gáncsoskodásra. A politikus hozzátette, hogy a szocialista irányítás alatt sok negatívum történt az országban. Nem csak gazdasági tekintetben, de a társadalomban zajló morális problémák szempontjából is. A Jobbikkal kapcsolatban úgy fogalmazott Kövér László, hogy több olyan dolog kapcsolható hozzájuk, ami miatt ők szégyellik magukat. Mert a cukiság kampány ide, cukiság kampány oda, tisztelt hölgyeim és uraim, azért, hát, hogy is mondjam, néha-néha a jelmez alól azért csak kicsúszik a farkasnak a szőrös lába meg rút karmai. Tehát
akárhogy is próbálják magukat szalóképessé tenni, azért néha betecsúszik egy olyan ügy, amiért igenis nem hogy magyarázkodni kénytelenek, hanem mi szégyenkezünk helyettük. Mert én azt gondolom, hogy náci ideológiákat hirdetni az internet adta lehetőséget kihasználva még egy magánembernek sem feltétlenül válik dicsőségére, de olyan embereknek, akik a köz ügyeinek a vitelére próbálnak ajánlkozni, erre szerződtek, azoknak pedig kifejezetten gyalázat. És nem csak azért gyalázat, mert egyébként mindenkit megillet a méltósághoz való jog, és mindenkinek a méltóságát, emberi méltóságát egyénként is, meg közösségenként is tiszteletben kell tartani, és aki erre nem képes, az nem való közéletbe. Tehát önmagában ez is elegendő lenne, hanem azért is gyalázat, és azért sem szabad ilyen politikai erők képviselőire szavazni, mert az ország elég sokat szenvedett, eléggé megsillette azt a megítélést az elmúlt 4 esztendőben is, ami teljesen igaztalanul rajtuk keresztül, őket örüljük használva erre az országra vetítettek. Tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudomásul veszük, hogy a Jobbik Magyarországon nagyon sokaknak a vágyait, reményeit nem a szélsőségességet illetően egyéb irány feltétlenül kifejezi, mert azt gondolják nagyon sokan ebben az országban, hogy lehet ilyen egyszerűen a politikában, hogy kimondjuk és megoldjuk, ilyen egy szavas tőmondatokban lehet operálni, ami persze egy tévedés, de ezért a tévedésért ne őket róljuk meg. Tehát én elfogadom, tiszteletben tartom mindenkinek a választását, annak fényében is, amit mondtam, de én azt gondolom, hogy erre a párt, meg erre a képviselőre nem szabad ezt az országot bízni. Egy mandátum erejéig sem. Mert abból ennek az országnak semmi haszna, ellenben rengeteg kára származni. Ezután a kormány eredményeire hívta fel a figyelmet a politikus. Szó esett többek között a demográfiáról, az inflációról, az útdíjakról. Végezetül felhívta arra a figyelmet, hogy a választáson részt kell vennie a lakosságnak, ki kell fejezni akaratukat, mert a távolmaradás nem megoldás egy ország ügyének tekintetében. Tisztelettel kérem önöket, hogy maradjanak ebben továbbra is a társaim. Természetesen nem kritikátlan társaink, azért vannak képviselők, hogy azok közvetítsék az önök véleményét, igényeit, érdekeit, kritikáit, nem tetszését azok felé, akik a döntéseket hozzák. És én remélem, hogy ezeknek a képviselőknek a sorába is az önök jó voltából, Fejnyesi Zoltán barátunk hamarosan csatlakozni fog. És köszönöm szépen a türelmüket. Április 10-e és 12-e között rendezik meg a Tapolcai Malomtó partján a Tapolca Tavasz Fesztivált az elfeledett mesterségek, jazz és blues zene kíséretében. A kézműves bemutatókon és népi gyermekjátékokon kívül olyan fellépők jelennek meg a fesztiválon, mint például a Mrs. Calambo, Happy Dixieland Band, a Bluesberry Band vagy Török Ádám és a Mini. A részletes programokért érdemes felkeresni a www.tapolcacsarnok.hu honlapot. Most pedig Kevcsinálónak a tavalyi Tapolca Tavasz Fesztiválról tekinthetnek meg egy összefoglalót. Idén már 8. alkalommal rendezték meg a Tapolca Tavasz Fesztivált a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Festői Szépségi Tóparton, melynek témája az elfeledett mesterségek, a jazz, illetve a világzene volt. Ugye elfeledett mesterségek, jazz és világzene kíséretében mi a jazzt érintve hoztunk egy koncertet, ami nem lesz unalmas, de lesznek benne jazzes elemek, amit ugye hát azt mondják, hogy elfeledett mesterség, illetve nem erre mondják, de talán azért vidékre nem jut el mindig a jazz zene, és nekem ez nagyon fontos, hogy elhozzuk ide is valamilyen szinten, valamilyen formában. Úgyhogy hát jazzes elemek lesznek inkább, azt mondom, de pörgős műsorra készültünk, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. A legelső estén Tóth Vera a város szülöttek kápráztatta el hangjával a közönséget, akiket a rossz idő sem riasztott el a szórakozástól. Mondhatatlanul boldog érzés volt itthon énekelni, és azt is hozzátenném, hogy ez volt szerintem az elmúlt 10 évben a legjobb hangulatú koncertem Tapolcán. Mesélsz nekünk egy kicsit erről az új formációról? Ez nem új formáció, igazából 2 éve ők a végleges zenekarom. Körülbelül egy olyan 8 évet teszteltem a
Nem teszteltem, ez csúnya szó, inkább azt mondom, hogy próbálkoztam emberekkel zenélni, és ők lettek a végső döntésem. Egyébként ők székesfehérváriak, és majdnem, hogy azt hiszem mindegyőjük, mindenki tanár. Most a hétvégén van egy kis időd itthon nosztalgiázni, vagy sietsz valahova? Most nem sietek sehova. Holnap este fogok menni csak Nagy Kanizsára énekelni, ezért én most itt maradok egy napra, és meglátogatom a családot. Na mi és? Hogy is van ez? Magad, amit nem gyógyít meg az idősebb, de kezeli minden nap. Egyszer mutat majd egy tisztát képet a tükörben, bizony az lesz egélen éppen holnap. A szombati nap lovaskocsival érkeztek a vendégek, akiket egész nap a kisbíró fogadott. Míg az apró népek a csinálósdiban szöszölnek, a népes felnőtt sereg múlathatja idejét a nagy hírű vásárban, ahol vehet magához mindenféle jó étket, s ihatik hozzá szőlő vagy árpa levét, akár hordószám. Iparművészeink, népi kézműveseink minőségi zsűrizett portékát kínálnak, igaz, zsebtorsolyunk terhére, de talán akad néhány száz vagy ezer krajcár az otthon maradottak örömére. Van náluk varrottas, faragottas, szőttes, korongozottas, kovácsoltas, horgoltas, gyöngyözöttes, fonottas, bőrözöttes és számos más. 10 órától kezdve a nap folyamán kipróbálhatta bárki többek között a kovácsolás, szövés, nemezelés, kötélfonás, papírmerítés, szappankészítés, bőrözés mesterségeit. Hogy adja ezt a baklóval, kupecú? Bak, hallottam? Bakló, már is alkudni akar! Dehogy vak ez alóna! Elézze csak az ujjamat! Hogy követi a tekintetével? Alig kell fordítani a fejét! Na, dehogy volt már ez a nó! Ki ne találjon már ilyeneket! A nap folyamán a gyerekek nagy örömére bemutatta műsorát a Vagabanda Társulat, és az ebédhez Sarc Gábor harmonika játéka szólalt meg kíséretként. Délután a Babos Piller Duo kezdte egy laza jazz koncerttel. Őket követte a Kinizsi Tánc Együttes és Kulturális Egyesület Gyermektánc csoportjának műsora. Órától az országosan elismert és közkedvelt Paja Bea szórakoztatta a közönséget Altatók gyermekkoncertjével. A telefon, a gombot benyomom, gyorsan lerakom, feladatot felírom. Mert mindjárt tárgyalok, tárgyakat eladok, öltönyöm gombolom, komolyan gondolom. A nap záró zenekara a Budapest Ragtime-ben volt, akik fergeteges hangulatban engedték útjára a közönséget. Hát ha nem is elfeledett mesterségek, de ez a Ragtime stílus, ez a 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején keletkezett vagy született zenei műfaj, aminek a jazznek az egyik gyökere volt, és a Budapest Ragtime-ben élen járt abban, hogy ennek az ápolását, amikor megszületett a zenekar vagy létrejött, akkor ennek az ápolását fenntartsa. Ezt a mai napig tesszük, és a Ragtime azóta tulajdonképpen egy picikét a mi segítségünkkel is életben maradt, szeretik, feldolgozzák különböző klasszikus zenei együttesek, részfúvósok, jazzzenekarok, ragtime zenekarok, stb. Tehát egy picit hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a nagyszerű műfaj talán fennmaradjon. Tagok változtak, de a stílusunk, amit eltökéltünk és akkor kitaláltunk, az maradt. Próbáljuk a színvonalat is mindig fenntartani. Ragtime és ez a klasszikus, tradicionális jazz, ez azért örök.
see honey, better be ready about half past eight. Now baby, don't be late, I want to be there when the band starts playing. Just remember when we get there honey, two steps we gonna have a ball. We gonna ride out of my shoes when they play them Jerry Roll blues. Tomorrow night at the Dun Dun Stratus Bowl, I'm gonna hip hip hey. Hip hip hey. Baby, baby honey. Baby, baby honey. Ari, hey. Ari, ari. I can dance, I can dance. Without my friends, without my friends. We're gonna hip, honey, rap, rain, and in rip, rip, runny, honey, low, low, low. Tomorrow night at the bar, dance, straight is bold. A fesztivál utolsó napjának délelőtt kín a Fabula Báb Színház kezdte műsorával a programokat. Az egésznapos forgatagban az Elfeledett mesterségeké volt szintén a főszerep. A kicsik bekapcsolódhattak az interaktív bemutatókba, kipróbálhatták a mesterségeket. A délután folyamán a Mézengúzók gyermekzenekar szórakoztatta a kicsiket. Paja Be a nő projektje vette át a színpadot, késő délután pedig Rosta Géza, Hogyha zene szól címmel megzenésített verseket adott elő. Az elmúlt két napban két zenekarral is felléptél, itt mesélnél ezekről egy picit nekünk? Nagyon szívesen, ugye tegnap Altatok koncert volt, ami egy olyan albumnak a dalait tartalmazza, amelyet akkor írtam, amikor Lili még bennem volt, és őt vártam, és ez az egész hangulat rajta van, tehát az altatásnak az intimitása, meg egy picit ilyen más világokba vezet az a hangzás, ami ott szerepel, de azért egy szabadtéri koncerten, mondjuk egy tóparton, egy ilyen gyönyörű helyen, azért mindig keverjük az új dalokkal is, amelyek már a következő, még el nem készült albumdalai. Ezek ilyen játékos, kis simogatók, gyúrogatók, közös éneklős dolgok, és a közönségben az elején félénken indul, de azért bekapcsolódott ebbe. Ma pedig nagyon rövid időn belül szintén egy új album, a Nő című album dalait halljuk majd, egy új hattagú bandával. Pont azt számoltam, hogy az ötlet sincs egy éve, hogy megszületett maga a banda ötlete, úgyhogy ez egy nagyon fiatal felállás, de annál érettebb. Öt delejes férfi zenél benne, körülöttem, mellettem, alattam, fölöttem, és hát nagyon élvezzük ezeknek a daloknak a hangulatát, mert nagyon nagy szabadságot ad zenére is. Maguk a dalok az az én életem kis dolgai, de azt gondolom, hogy ha bennem megfogalmazódott, akkor az nem csak rám igaz, hanem nagyon sokunkra, és ezt a visszaigazolást megkapom az emberektől több százasával, ezresével. Nem is tudom, hogy lehet-e ilyet kérdezni, de melyik projekt áll közelebb most a szívedhez? Tényleg nehéz rá válaszolni. Nyilván a legutolsó az mindig a legélőbb bennem, ezért a Nő című projekt az nagyon él bennem. Azt is elárulom, hogy ma már új számot is fogunk játszani, tehát hogy a munka az folyamatos, és próbateremben töltjük az időt. A Nő című album azért nagyon fontos, mert olyan tabutörő dolgokról is van benne szó, mint például a szexualitás. Konkrétan egy olyan téma felvetés van, hogy a házasságban van-e szex, miután megszületett a gyerek. És ezt olyan természetességgel próbálom mondani, semmi szégyen, hiszen mi se állnánk itt, ha nem lenne a világon szex. Akár aztán van a szülés állatias természetéről is egy dal, az a cím, hogy Emberállat. Van az abortuszról is, de van arról is, hogy a nők egymást támogatják. Ez a Hívlak téged című dal, ahol így egybe terelem a nőket, hiszen én csak egy ponton állok a női láncban, akik előttem léteztek, és majd utánam fognak. És én nekem ugye van egy kislányom, Lili, aki másfél éves, és én azt szeretném, ha az ő élete könnyebb és szárnyalóbb lehetne. Úgyhogy ezért fogalmazom meg ezeket a dolgokat a dalokban. Én azt tapasztalom, hogy a kimondás az megkönnyebbít. Megkönnyebbít az én lelkemet, és azokét is, akik hallgatják. Erre rengeteg szeretettel teli visszajelzést kapok, és nagyon pontos történeteket arról, hogy egy-egy hallgatóval mi történik a dalok mentén. Ez egy gyönyörű dolog.
rendezvény záró akkordjaként a Kalimutu Jazz Band Németh Királlyal kiegészülve adott fantasztikus koncertet. Pásame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Oh, pásame, pásame mucho. Hold me, my darling, and stay that you always be mine. This joy is something new. My arms are folding you. I never knew this true before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. There is time if you should leave me. Each little dream one day brings that my life would be true. Thank you.
dearest one, if you should leave me, this little dream of thick wings and my love would be through. Bessame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. So love me forever and make all my dreams come true. Forever and make all my dreams come true. Az Infotelevízió nézői a Ferences templomban tartott húsvéti nagymiséből láthatnak egy részletet. Thank you.
Akkor tehát bement az a másik
tanítvány is, aki előbb írt a sírhoz, és látta és hitt. Addig ugyanis nem értették az írás, hogy így kellett néki föltámadni a halálból. Ezen az evangélium így. Van, kedves testvéreim! Az üres sír üzenete nem csak az asszonyokat döbbentette meg, hanem minket is, mert Jézus üres sírjának súlyos üzenete van. Az asszonyok és a tanítványok arra számítottak, hogy Jézusból mégis maradt valami ebben a világban. Legalább halott teste a sírban. Mennyire megnehezíti a gyászt, ha nem találják a testét annak, akit annyira szerettek. Annak a repülő szerencsétlenségnek a következményére gondolok, amiről a média hírt adott. Már nem is keresik a holttesteket, egyeseket nem fognak megtalálni. Az ember ettől az ürességtől talán jobban le van sújtva, mint magától a haláltól. Miért? Mert a halálban sem a halál a szörnyű, hanem ami úgy tűnik, az üresség. A keresztény hit, a keresztény reménység és szeretet bizony szembe találja magát ezzel az ürességgel. Annyira szembe találja, hogy enélkül igazi húsvéti evangélium, igazi örömhír, egyáltalán igazi keresztény élet nem lehet. Az a hit, amellyel a tanítványok és az asszonyok, Jézus minden követője hitt a názáreti Jézusba, annak földi életébe, most abból hirtelen üres sír lett. A reménység, amellyel benne kezdtek remélni, most üres sír lett. Be is vallják az emmauszi tanítványok. Mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. És a szeretet, amellyel ők Jézus szerették, most hirtelen kiüresedett. Igen, mert még a halottnak kiáró megkenést sem tudják elvégezni, ami a zsidóknál oly fontos. Félbe maradt a temetés. Igen, itt van ez az üres sír. Az üres sírban nem lehet remélni, nem lehet hinni, és az üres sír nem lehet szeretni. Remélnének, de üres a sír. Igen, szeretnék az Urat, de hol van? Persze, amikor majd találkoznak a föltámadottal, akkor ebből az összetört hitből, reményből, szeretetből egy új világ fakad, de kell, hogy találkozzanak vele. Testvérek, velünk is megtörténik, velem is megtörtént, és ha még veletek nem történt meg, akkor meg fog történni, ha máskor nem, akkor, amikor haldokolni fogtok. Kiüresedik a sír. Nem tudunk imádkozni. Az egyház egy üres sír. A hitvallás szövege nem mond semmit. De valójában az üresség nem a szent egyházban van, nem az ünnepekben, az imádságban, nem a szentségekben és a hitvallásban, nem bennünk. Hirtelen abból a Jézusból, akiben eddig hittünk és reméltünk, akit szerettünk, nem marad semmi. Kétfajta történet van, kétfajta keresztény. Az egyik igazába, valójában sohasem Jézusba hitt, nem Jézusba remélt, és nem őt szerette, hanem saját magát vallásos mázzal. Hát szokás templomba ment.
Nagy csütörtökön, pénteken már nem jön, pedig az a lényeg. Elhagyja eddigi vallás gyakorlatait. Testvérek, lehet ilyen keresztény arcokkal találkozni, az sokkal rettenetesebb, mint egy bűnös ember arc, aki még remélhet, hogy megtér. Az a megkeményedett katolikus arc. Nincs Jézus. Nincs Jézus szeretete. Testvérek, sose felejtem el azt, amikor hívtak valahol egyszer kórházba, hogy hát egy egyházközségi ember az egyik faluból, aki az egyházközség elnöke, hát haldoklik. Bemutatkoztam, hogy ki vagyok, pap vagyok. Mindennek vége. Hát mondom, hát igen, a földi életnek vége. De van örök élet. Mindennek vége. És befordult a fajnak. Hidd ez? Beleremegtem. Papi életem reszörnyű pillanat. De lehet, hogy vitte az ászlót a husvéti körmenetbe. Egy ilyen kereszténység halálra van ítélve. Az üres sír kereszténysége. Ezért Hollandiában 100 katolikus templomot csuktak be. Üres. Nem baj. Lesz egy-kettő, amiben olyan katolikusok járnak, akik a föltámadottal együtt élnek. Akik tudják, hogy abban a kenyér darabban ott van az ő teste és vére, mert ő a teremtő Isten. Kedves testvéreim, csak azt veszítette el az ilyen keresztény, amit sose birtokolt. Persze, nem vetek rá követ. A haldoklás utolsó pillanatában is mondhatta azt, hogy Jézusom is üdvözül. De szörnyűesen. Meg azért se vetek rá követ, mert talán a példák hiánya. Nem látott olyan szülőket, akik Jézusban valóban hittek, reméltek és szerettek. Talán papot se látott. Én láttam, akik anyagi előnyről lemondtak a kommunizmus kezdő rettenetes korszakába, és választották a hitet. Nem az, hogy atya, akkor meg volt tiltva a templomba, és ki tiltja meg? Szörnyű dolgok voltak, elhagyták a hitüket, karrierizmusért, pénzért. Ezeknek nem volt Jézus. Milyen jó volt látni szent papokat, akiknek az életét áttört Jézus sebe, mint Pió atyának a testét. Aztán a hitoktatás is, ahogy abba maradt, utoljára szentáldozás előtt valamit hall az a gyerek, de közben fölnő természettudományok minden teleteszik a fejét, a hite meg maradt primitív módon megfogalmazva. Hát itt csak egy hitehagyás következhet be. Hol vannak a bibliaórák, az ifjúság nevelése? Pontosan, amikor szerelmes kezd lenni, akkor él az evangélium, mert akkor tudnia kell, hogy a szeretet Istentől van, nem a főemlősöktől, nem a majmoktól. A szeretet az Istentől van, mert abban szabadság van. És a szabadság nem ebből a világ. Igen. És ennek az embernek az életében nem volt hitbeli döntés. Testvérek, azt mondja Szent Pál, ha föltámadtatok, keressétek az odafönt valókat. Erre azt mondhatnánk, hogy Pál, hát meg se haltunk még. Erre azt mondta volna, elég nagy baj. Például egy parázna kapcsolatot meg kell szakítani. Bele kell halni lelkileg. Nem lehet templomba szurcolni. Ezt a módon. Abortuszokat, többieket meggyónni sírva, és újjá születni. Nem lehet ezt Krisztussal összetenni. Ezek sírok, üres sírok bennünk vannak, testvérek. Ezért a nagy megpróbáltatások nagyon sokszor igenis kellenek nekünk. Amikor kiderül, hogy Krisztusban meddig reménykedtünk. Azt mondja Szent Pál. A Krisztusban csak ebben az életben reménykedünk,
szerencsétlenebbek vagyunk minden embernél. Tehát, hogy jó Istenem, most segíts! Most bejövök, pénzt dobok oda Mária oltárához, minden. Már a kisunokám beteg, gyógyíts meg! Meg fogja gyógyítani. Bízzál, kér, én is könyörök, állandóan. De csak ez. Hát egyszer úgyis ő is, meg én is meghalom. Mikor szaladunk be egyszer úgy a kettemplomba, hogy szűzanyám, könyörök érte, hogy üdvözlője, hogy az utolsó ítélete fölmentsen engem Krisztus. Mutasd be engem a te áldott szent fiadnak. Add, hogy üdvözüljek, Uram! Többek között ezért unalmas egyeseknek a mise, mert ott erről van szó. Üdvözíts engem! Az a kiáltás, hogy Kyrie eleison! Uram, irgalmaz engem! Igen, ennek a mindennek vége eseménynek előbb kellett volna bekövetkezni annak a szegény ember életében, hogy elgondolkozzon, hogy ő tulajdonképpen hisz, remél és szeret. Vagy mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt, meg azt reméltük, hogy majd megszaporítja kenyeret. Mindig. Meg a kánai megnyegző csodát tesz, vízből bort fog nekünk adni. Meg egy kicsi vigasztalást helyez az életet, egy kicsit besegít ebbe a földi életbe. Tehát Krisztus és az ő isteni hatalmát integráljuk a földi életünkbe. Ökör vagy, Uram, húzd az én kocsimat, befoglak! Nem, egyszer minden összetelik. Ennek a hitnek vége. Üresség van. De akkor, akik kitartanak, hallják az angyali szót, miért keresitek az élőt a holtak között? Miért csak a holtak országában levő dolgokat kéritek tőle? Mikor mondjuk, hogy Atya, legfőbb dolog az egészség. Dehogy az a legfőbb, hogy üdvözüljek. Az egészség az csak alapérték, nem a legfontosabb. Hát a terroristáknak azt kérik, hogy jó egészséget? Hogy tovább terroristáskodhassanak? Nem a megtérés a legfontosabb? Az Isten ügye? Testvérek, hát ez az első típus, aki amikor kiürül a hit, amikor már nem reméled Jézusban ebben az életben. Mikor a rendszerváltozás volt, hogy tele volt a templom, mert azt hitték, hogy most ebből előny lesz. Hogyne? Majd osztogatunk valamit. Meg politikai előny lesz. Van olyan politikus, aki akkor jön be a templomba, amikor választások vannak. Igen, ilyenek vagyunk. De van a másik típus, és remélem mindannyian ide tartozunk. Kiüresednek a reménységeink. Mi is úgy vagyunk, hogy azt reméltem, Uram, hogy meg annyit kértem, és pont nem azt adtad meg. És most nincs semmi. De akkor kezdenek gondolkodni a tanítványok, meg az asszonyok. Hát ki volt nekünk Jézus? Egy automata. Ez olyan, mint mikor meghaltak a szüleid. Egy szeretett édesanyja. Dehogy kellene már az, hogy nekem süssön, főzzön, csak hogy legyen. Ő hiányzik. Most hirtelen rájöttek a tanítványok, az asszonyok, hogy mindaz a jó, amit adott, a gyógyítások, a kenyérszaporítás, a leprások megtisztítása, mindaz, amit a földön, az a békesség, amit árasztott, a tanítása is, nem. Ő hiányzik. Nem kell semmi abból, amit Uram adtál. Csak te lennél itt velünk. Volt egy régen egy ilyen könyv, hogy kicsoda nekem Jézus. És hát ott megkérdeztek művészeket, írókat, papokat, mindenkit. Nem jó a kérdés. Mert egy kicsit az van, hogy kicsoda nekem, mi hasznom van belőle. Ez olyan, mint hogy persze. Hát persze, sok hasznunk van belőle. Mindent tőle kaptunk. De ha akit szeretsz, csak azért szereted, mert kapsz tőle valamit. Vagy őt magát. Hiányzana Jézus. Az ő személye. Most az üres sírral szemben hirtelen
az asszonyokba és a tanítványokba tisztul valami. Uram, nem kellene nekünk az, hogy tovább gyógyíts. Nem kellene a csodáid, az a sok jó, amit tettél. Te hiányzol. Igen. Ki is ez a Jézus? Nem az, hogy kicsoda nekem. Kicsoda ez a Jézus? Hát így még nem beszélt ember. Ilyen jeleket senki sem művel. Ilyen közel még nem éreztük magunkat Istenhez, amikor velünk volt. Igen, ismétlem olyan ez, mint amikor valaki, aki minket nagyon szeretett, és mi is szerettük őt, hirtelen halálos beteg lesz, és meghal, és eltemetjük. Nem az hiányzik, amit adott nekünk. Talán más is megtudja, ő hiányzik. Így kezdődik a kereszténység, amikor Jézus hiányzik. És tudod, nem baj az, hogy még egyelőre üres az a sír. Csak egyet érezz át, akkor már húsvétod van. Jézus hiányzik. Egyedül ő. Nem várok tőle semmit. Uram, ne haragudj meg, hogy ilyen ostobát fogok beszélni. De a szeretet az mindig félre beszél, az igazi szeretet. Tudod, mint Jézusom? A mennyországot se kell. Te kellsz. Nem kell az örök élet. Milyen szörnyű lenne örök élni. Te kellsz. Nélküled egy örök élet borzasztó lenne. Te kellsz az Atya örök egyszülöttje, és az Atyád és a Szent Lélek. Ezt érezte Péter és János, amikor ott vizsgálta a lepleket, azt az ürességet. Uram, ha még egyszer belemelnénk. Így tisztult meg az Emmauszi tanítványoknak a szíve, amikor ők azt mondták, hogy mi azt reméltük, hogy hát ő szabadítja meg ugye Magyarországot a szovjet. Vagyis Izraelt a római igányon. Mi ezt reméltük? És vége reménység. És most, hogy megszabadultatok, szabadok vagy? Mondta Jézus. Biztos mondta neki. Tényleg a politikai baj a legnagyobb? A gazdasági? A pszichológiai? Az erkölcsi? Nem. Isten krízisben van Európa. És maga kereszténység is. És elkezdett beszélni Jézus az Isten. Hogy hogy szereti az ember. Hogy a semmiből teremtette ezt a világot. Hogy a proféták által megígérte, hogy velünk lesz. Mindenen túl, mert ez a világ elmúlik. És akkor azt mondják az Emmauszi tanítványok, hogy lángolni kezdett a szívünk. Ez egy csodálatos kifejezés. Tehát egy olyan reménység gyulladt, amely túl van minden politikai, egészségügyi, evilági reménykedésen. Na most, ha beszéd alatt egy ilyen átjárja a szívedet, akkor ott van a föltámadás. És akkor megtörte a kenyeret, mindjárt megtörik az ostyát, kenyeret. És felismerték őt a kegyértelésen, de eltűnt a szemük elől. Ezt úgy kell érteni, hogy megtöri a kenyeret, és látják a sebeket. Fölnéznek, és nincs ott. Lukács ezzel azt akarja mondani, hogy 2000 év múlva élő keresztény nem vagy lemaradva. Mert mit használt nekik, hogy látták, amíg nem ismerték? Azt mondja boldog John Henry Newman bíboros, hogy az a hatalmas út, egyébként a mise útja, mert predikáció, Jézus végig beszélt neki, majd kenyértedés. Az az út nem más, mint a látom Jézus, de nem ismerem. Állapotából átmentek az ismerem, de nem látom. Ismerem, hogy ő az Atya egyszülöttje, aki eljött. Megtestesült emberére értünk, meghalt és föltámadt. Föltámadásának semmi köze Lázár föltámadásának nem visszajön. Nem. Hanem a mi testünket és az anyagot egy új világba vitte. Úgyhogy itt van között.
Hallott, amit én mondtam. Remélem, nem ítéli át szavait. Félelmetes predikál. De azt is látja, amit te gondolsz. Mert amikor Tamás apostol azt mondta, hogy én nem hiszem, ha nem látom, akkor ezt hallotta Tamás, az Úr Jézus, de nem látták őt. Mert egy hét múlva, amikor ismét engedte magát látni, akkor azt mondta Tamásnak, hogy mit beszéltél te? Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tehát ezt is hallja, amit mondok. Látja a gondolataidat. Közelebb van hozzád a szívedhez, mint te magad. Jobban szeret téged, mint te magad. Itt van. Ez a husvéti misztérium. Ezért kell átmenni a sír ürességének rémületén. Ezért kell, hogy Krisztusban ne csak ebben az életben reménykedjünk, hanem ő maga legyen a reménységünk. Ő maga legyen a mi életünk. Amen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!